Arról már korábban beszámoltunk, hogy báró Eötvös József földi maradványai április 19-én kerültek exhumálásra. Az már akkor is tudható volt, hogy a szobor alatti kriptába Eötvös mellett több családtagot is eltemettek. A maradványok kiemelése után behoztuk őket ide a művelődési házba, és megpróbáltuk őket csoportosítani, elkülöníteni. Írott források alapján tudjuk, hogy valószínűleg 4 egyén volt a kápolnába eltemetve. Ezt a 4 egyén próbáltuk azonosítani, és megnézni, hogy valójában tényleg 4 egyénhez tartoznak-e a vázak. Ez sikerült. 3 felnőtt egyént és egy gyermeket sikerült megtalálnunk, ellenben a gyermeki maradványok között azt azonosítottuk, hogy valószínűleg 2 gyermekhez tartozhattak a maradványok, így végül is 5 egyén volt eltemetve. A lehető legpontosabb azonosítás érdekében a szakértők a közeljövőben többféle vizsgálatot is elvégeznek majd a csontmaradványokon. Különböző módon szeretnénk majd vizsgálni a maradványokat. Először is az alapantropológiai vizsgálatokat én végezném el itt Ercsiben. Nemet, elhalálozási életkort nézünk, valamint az egyének számát. Utána szeretnénk röntgen vizsgálatokat végezni a maradványokon, valamint a későbbiekben szeretnénk CT-t is, amennyiben erre lehetőség nyílik, valamint genetikai vizsgálatokat is szeretnénk a maradványokból csinálni. Az egyének azonosítása egy nehéz kérdés. A koponyák sajnos hiányoznak. Ez problémás olyan tekintetben, hogy azért a nemis elhalálozási életkorhoz is hasznos, hogyha megvan a koponya, főleg olyan esetben, amikor tudjuk, hogy kiket kell keresnünk. A arcrekonstrukció tekintetében is sajnos erre nem lesz lehetőségünk így a jövőben. Valamint magát a genetikai vizsgálatokhoz is alapvetően a sziklacsontból szoktuk venni a mintákat. Ez most ugye nem lehetséges, most a hosszú csontokból lesz a mintavétel, de ebben az esetben valószínűleg ez nem fog gondot okozni. A mellkas és az alsó részeket nem is tudjuk igazán összepárosítani. A medenceövet megtaláltuk mind a 4 esetben, úgyhogy igazából a 3 felnőttnél ez az igazán segítség, mivel a medenceöv alapján tudunk nemet és nagyjából elhalálozási életkort is becsülni, és így ez nekünk végül is hatalmas segítség, mert meg tudtuk állapítani, hogy 2 felnőtt idősebb korú férfi volt itt eltemetve, valamint a mumifikált darabot még meg kell vizsgálnunk, mert jelenleg nem látjuk a nemi jellegeket a maradványokon, ehhez szükséges lesz a CT és a röntgen vizsgálat, hogy ezt meg tudjuk állapítani, de feltételezhetően ő a női egyén, aki ide el lett temetve. Báró Eötvös József a Batthyány, majd az Andrássy kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság első elnöke is volt. Éppen ezért nem csak Ercsinek és az itt élőknek, de régészeti és antropológiai szempontból is fontos ez a feltárás. Ez egy egyedülálló lehetőség, hogy egy ilyen híres embert sikerült megtalálnunk és a maradványait feltárnunk. Ebben az esetben ugye tudtuk, hogy hova lett eltemetve, ilyen értelemben könnyű dolgunk volt. Ellenben a maradványok vizsgálata mindenképp nagyon hasznos számunkra, mivel a régészeti antropológia, történeti antropológia tekintetében nagyon ritka az, amikor egy írott forrás mellett ott vannak a maradványok is, valamint ezért mégiscsak egy a magyar történelemben fontos szerepet betöltő egyéniségről van szó, akinek a maradványait mindenképp próbáljuk a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb szakértelemmel kezelni, és minél több információt kinyerni a jövő számára, hogy ne kelljen már többet őket a jövőben bolygatni, hanem amit lehetett, azt most kinyertük belőlük. A maradványok mellett több tárgyi emlék is előkerült. Néhány maradványát megtaláltuk az eredeti koporsónak. Ezt különböző szegecseléssel díszítették, valamint egy szövettel is bevonták. Mellette találtunk még a ruházatra utaló nyomokat, ruhamaradványokat, gyöngyöket, ezeket mind felszedtük, és további vizsgálatokra várnak, restaurálásra elsőképpen, valamint egy állatcsont is előkerült a sírban. Ennek a pontos funkcióját még nem tudjuk, mert lehetséges, hogy csak véletlen került bele még a 60-as években, amikor áthelyezésre kerültek a maradványok. A vizsgálatok által kinyert adatok a feldolgozás után különböző fórumokon elérhetőek lesznek minden érdeklődő számára.
Igen, én az antropológia segítségével nyerhető információkat gyűjtöm össze, és én ezeket egy adott bázisba fel fogom vinni. Ezt megosztom az Eszterrel is, és ő az, aki tovább utána jár a történeti adatoknak, valamint az írott forrásoknak, és így lesz kerek egész történet a kettő együtt, és így szeretnénk majd publikálni, és valamint minél több információt megosztani a közönséggel.